11. fejezet A malom éjjel-nappal duhogott, a friss puskapor feketén pergett a teknőbe, a várbeliek bizalma visszatért. A török új sáncot vetett, s alig, hogy megvirrat, a nagy prépost házánál három zarbuzán dördült meg. Az északnyugati torony volt az új cél. Onnan ugyan bajos ostromot kezdeni, de talán el akarták vonni az erőt a többi vár oldaltól. A nagy fekete ágyugójók sasokként szállottak a toronyra. A lövés irányában állt a katonák lakóháza. Egy sor alacsony ház. Háttal a várfalnak támaszkodik valamennyi. Azokra hult a faltörő golyók közül, amelyik nem kapott elég puskaport. A várnagyi palota nyugati oldala kezdett szakadozni. Balogné rémülten esett be abba a szobába, ahol dobónak ágyat vetett. A kapitány az ágy mellett ült, Vasban, ahogy kűn szokott járni. Csak éppen, hogy a sisak nem volt a fején. A két kezét a szék két karján pihentetve aludt édesen. Előtte égő gyertya. A feje fölött lebarnult olajfestmény, Szent István király képe, amint a koronát Máriának nyújtja. A bástyává átalakított templomból tették be oda, s már oly fakó volt, hogy az alakok szeme csak barna foltnak látszott. Dobó ott szokott aludni. Csak virradat felé tért azon a napon haza. A hajnali órára hirtelen való ostromot vár talán, hogy nem vetkezett le. Azt az oldalt lőtték, amelyikben aludt. A golyók úgy rázták a házat, hogy a gerendák recsegtek. A szoba egyik falán négy újnyi széles repedés. Ki lehetett rajta látni a palánkra? Kapitány úr, rikoltotta Balogné. A vakolat egy újabb lövéstől a fejére hult. Odaugrott a kapitányhoz és megrázta. No mi az? rezzent feldobó. A palotát lövik, keljen fel az Isten szerelmére. Dobó körülnézett, látta a szakadást, fölkelt. Az ágyamat tessék levitetni, szólott, valamelyik alsó szobába, amelyik közel van az ajtóhoz. Mindjárt visszajövök. És ez a mindjárt visszajövök olyan soha nem teljesített mondása volt Dobónak, hogy Balogné még abban a veszedelemben is elmosolyodott. Legalább azt várja meg, míg egy kis borlevest főzök. Az jó lesz, köszönöm, felelte Dobó, a vakolatport verve a hajáról. A gyomrom alélt, néhány szem fűszeget is kérek bele. Hova küldjem? Majd beugrok érte. Dehogy ugrik, kapitány úr, kiküldöm a fiamtól. Egy felkantározott ló mindig ott állt az ajtó előtt, s a ló mellett hol az egyik, hol a másik apróda maga kislovával. Dobó ráfordult és megindult, hogy a várat bejárja. A katonák egy része öltözetlenül tolongott ki a városi oldalon álló apró kaszárnyaházakból. A fegyver a felső ruhával a vállukon vagy a hónuk alatt. Némelyiknek a nadrág is a nyaka között. Káromkodnak, mint a jégeső. Menjetek a monostorba, mondott a dobó. Azt nem lövik. Egy másik csoporttal Megcsei siet át a piacon. Ásó, kapa és csákány van a katonáknál. Megcsei egy nagy kovás puskát tart a kezében. Hogy Dobót meglátja, fölemeli a puskáját s feléjeint. Dobó odaszökteti a paripáját. A király széke felől árkotásnak, jelentette meg Csei, azok ellen megyünk. Jó, felelte Dobó, hát csak vezes munkára őket, ássanak, azután azonnal keres meg. A bolyki bástyára ment. Annak az alján az istálók mellett öt ember ült, a fejükön sisak. Az arcuk piros a tűzfénytől. Apró szalmakoszorúkat kötöttek, mellettük üstökben főtt a szurok. A bástyán Gergelyt látta, amint a dob fölé hajol. Nézi a borsót, hogy dobót meglátja, föl kell. A törökök aknába fogtak. Ma már megneszeltünk egyet. Megcsei maga ment rájuk. Tudom, felelte dobó. A dobok mind meglágyultak, használhatatlanok, de a víz rezgése elárulja őket. Dobó a palánkhoz állt, és annak a nyílásán kinézett. A töltéseknél körülbelül egy ölet emelkedett a vesszőhányás. Egy holt akincsit akkor vittek el a dervisek két kopján a rőzse közül. Az még az éjjeli lövésben esett el. Szemben a falakkal már mindenfelé látszott a sok árok és deszkasövény. A török is takarta magát. Valami készül megint, mondott a dobó. A jaszaulok és janicsárok nem mutatkoznak sem erre se. Megcsei akkor ért föl a bástyára. Ásnak, jelentette röviden. Az arcán látszott, hogy az éjjel semmit sem aludt. Vörösszemű volt és szintelen és kócos. A dolmánya vállon meszes és sáros. Bizonyosan a kőmíveseknél segített a gerendák emelgetésében. Kapitány társam, mondott a rideg szemrehányó hangon dobó, már megint magad akartál az aknába szállani. Azonnal aludni menj! A lépcsőn akkor hágott fel Balázs apród. A kezében ezüst tálca, s azon ezüst pohár. Fehéren párolgott a pohár a hajnali hideg levegőben. Megcsei köszönt és leindult. Dobó szelídre változott hangon szólt utána. Pista! Megcsei megfordult. Vedd el Balástól a poharat, és idd meg, kedves öcsém!